Azt szeretném kérdezni, hogy milyen érzés egy ilyen elismerést kapni? Hát nem vagyok elkényeztetve vele, úgyhogy 40 évente kapok egyet, azt nem lehet megszokni olyan könnyen. Úgyhogy köszönöm szépen, nagyon kedves. Mégse felkezdnek meg az öregekről, szép dolog. De hát hogy a napi elismerés az megvan még mindig. Két táncházban, három iskolában tanítok, két tanfolyamon, úgyhogy hál' Istennek még van érdeklődés, és ott a tanítványok már előre gratuláltak. Tényleg ez kedves dolog. És önt mi motiválja arra, hogy ezt a mesterséget űzze? Nekem körülbelül, hát több mint 40 éve tanítok, a táncszázban 75-ben kezdtem a muzsikással, és nem pont akkor, de aztájban olvastam egy zsokély gyereknek egy cikkét, aki minden pénzét gyerekkorában lovakra költötte, aztán felnőtt korában abból lett gazdag, bajnok. Azt mondta, hogy az a legjobb dolog a világon, hogy az embernek azért fizetnek, amit akkor is csinál, ha neki kéne érte fizetni. Tehát nekem mindig a tánc az első helyen volt, volt polgári foglalkozásom is, de is csak tessék, lássék. Már az első perctől kezdve, ahogy kezdtem úgy lábra kapni a táncba, már érdeklődtek a többiek a táncegyüttesen belül, hogy látták, hogy szívesen tanítok, és akkor így valahogy így nem én választottam ki magam, hanem a többiek úgy biztattak, hogy na ezt mutassam meg, azt mutassam meg. És akkor utána így szépen sorba elvégeztem akkori tanfolyamokat, ami volt, 6 év volt, a népművelési intézet tanfolyama. Most vénségen elvégeztem a főiskolát is. Úgyhogy nálam ez a tánctanítás, ez mondhatnám azt, hogy életmód. Tehát, hogy nem azért csinálom, mert kötelező, az mert szívemből jön, meg a többieket látom, hogy szívesen tanulnak tőlem. Még ez így, mert eddig hagyd menjen.